Na szóval aztok srácok, elküldözök minden kedves nézőt, Ricsi vagyok, és ismételten itt vagyunk a Ricsi állatkertje sorozat következő részével. Az előző részen meglett az 1000 like, ezt nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek. Most éppen megyünk haza, aztán majd megnézzük, hogy mi a helyzet az állatkákkal. Hát és igen, itt van kedves Diego barátunk is. Szia, Diego! Illetve természetesen a régen látott Sonkával is minden rendben. Szavasz! És hát a főnök Kojak is itt van és tartja a rendet, ugye? Igen, uram? Jól mondom? Csak... Na, mit csinálnak ott fenn? Az anyádot! Égedelem! Na mi van, bajnok? Olyan aranyos, mikor így toporog. Ilyenkor nagyon jól érzi magát. Na, hát szevasz! Van még itt valami, amit... vagy meg... Na, mit csinálnak ott fenn? Az anyádot! Egy játék. Ez a legjobb játék. Mi? Képzeljétek, hogy egy tából szoktak enni, Diego meg a cicák. Ugye, Diego? Amondó vagyok, hogy nézzük meg, hogy ezen a csodálatosan szép reggelen mit csinálnak az állatkák. Az igen, megindultál rám befelé. Hát szervusztok kérem. Sziasztok, mi a helyzet? Hogy vagytok? Mennétek már ki mi? Várjatok már engem, hogy kiengedjelek titeket, cicák. Diego, mi a helyzet? Amúgy nagyon szépek vagytok, igen, gyönyörűek.
gyönyörűek. Jól van. Itt nagy verekedések vannak. Adjál neki! Azaz! Figyeljetek, láttam, hogy hol van, ott van benne az asztalra, de játszom, nem tudom, hogy hol van. Diego! Gyere! Hol vagy, Diego? Diego! Szevasz! Szia! Jaj, hát nagy fiú vagy már, szevasz! Szia! Jaj, de aranyos vagy, jól van! Nagyon szeretünk, igen! Igen, kis prücsök, gyönyörű kis kutya vagy. És hát meg kis nagy kutya. Jaj, de ver a szíve valakinek. Mi a helyzet? Mesélj valami izgalmasat. Mit szedtél ma reggel szét? Valamit biztos szétrongáltál, nem? Ha valamit biztos szétszedtél, hát most anélkül nincs semmi buli az életbe, hogyha nem baszol szét semmit, nem?